Rengeteg kamion és busz halad át naponta Fehérgyarmat belvárosán. A főközlekedési útvonal Kisar felől Csengersima irányába szeli át a várost. A lakosok körében népszerű közlekedési eszköz a kerékpár, a biciklisek közül pedig többen inkább biztonságosabb útvonalat választanak. Sokszor a kerékpárosok vagy alsóbb utcákat választottak, vagy a járdán kerékpároztak, itt főleg a gyermekekre értem. Tehát nyilván a hatóság is elnéző volt abban az esetben, hogyha a gyermekek a széles járdá, úgynevezett széles járdákon kerékpároztak, ott közlekedtek, hiszen nagyobb biztonságban voltak, mintha az úttesten közlekedtek volna. Tehát azt lehet mondani, hogy egy jó együttélés volt a kialakult közlekedési infrastruktúrával. Eddig is voltak ugyanakkor olyanok, akik a főútvonalat használták. Elsősorban számukra válhat biztonságosabbá a közlekedés a Bringász-Fehérgyarmaton projektnek köszönhetően. A 500 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás keretében hamarosan kétoldali kerékpárutat építenek ki a városban, illetve annak külterületén. Ennek nyomvonala a főútvonal mellett halad majd mintegy 3,6 kilométeren. Több helyen pedig, ahol a kerékpárút csomópontokkal érintkezik, majd biciklis átvezetést alakítanak ki. Egy biztos, hogy jelentősen meg fogja nehezíteni az itt élő emberek életét, hiszen ezen a fő közlekedési útvonalon történik az átkelés a városon, másoknak is, akik keresztül haladnak Fehérgyarmaton. Annyi szerencsénk van, és természetesen nem egyszerre fog épülni minden szakasz, tehát ütemezetten fog a beruházás történni, hogy Fehérgyarmat azért jó úthálózattal rendelkezik olyan értelemben, hogy az úgynevezett főutca mellett párhuzamos utcák haladnak, illetve összekötő utak vannak, tehát egy-egy szakasz könnyen ki lehet majd kerülni, hogyha az építkezések megindulnak. Mint a városvezető hozzátette, a munkát lassíthatja, hogy sok közmű található az érintett szakaszon.